sportosat. Híradónk vendégei Galambos Bence Magyar VTF Taekwondo Szövetség vezető edzője, illetve Józsa Levente EB bronzérmes taekwondósunk. Szervusztok, üdvözlöm benneteket! Jó napot kívánok! Jó napot. Ugye nagy szenzációt keltett, hogy ez a fiatal ember felnőtt Európa bajnokságon ugye bronzérmet szerzett. Ám még mielőtt ezt kimondanánk, hazajöttél bronzérmese, megráztad magad, és aztán fogtad magad és kimentél az ifjúságkorú taekwondósok olimpiai súlycsoportos Európa bajnokságára. Jól mondtam? Jó, igen. Amit lazán mondhatni, megnyertél. Az ember azt gondolta volna, hogy EB felnőtt EB bronzérmesként, akkor az ember úgy lógja ezt az Európa bajnokságot, nem veszik komolyan, de jelek szerint te mindent komolyan veszel. Milyen volt felnőtt EB bronzérmesként ezen az ifjúsági olimpiai súlycsoportos Európa bajnokságon indulni? Hát megvolt már a bizalmam, mint felnőtt EB után úgy mentem ki, hogy ez most meg kell nyernem, és nem szabad veszítenem. Nem féltél attól, hogy pontosan az, hogy most ha kikapsz? De pont ettől féltem, hogy most meg bronzérmes lettem felnőttbe, és akkor az ifjúságot hagy nyerjem már meg. Meddig tartott ez a félelem? Az első meccsig? A második meccsig, mert a második meccs nem ment annyira jól. Miért nem ment jól? Nem túl tudom. Izgultad? Igen, túl izgultam. Még izgulós vagy? Annyira nem vagyok izgulós. Ebben úgy mentem oda, a felnőtt ebben, hogy nem izgultam, mert nem volt tétje az egésznek, és úgy mentem oda, hogy nem izgultam. Tét nélkül jobb volt, ugye? Könnyebb volt akkor. Most ugye ez a fiatal ember ugye olyan tettet hajtott végre, hogy 2000-ben Salim József nyert felnőtt EB-n bronzérmet. Azóta felnőtt férfi taekwondós nem tudott érmet nyerni EB bajnokságon. Te vagy ugye a kapitány, de nem tudom, ez mázli, vagy nem, szerencse? Ugyanis ez a fiatal ember, ha jól tudom, nálad kezdte el ezt a sportágot? Hát abba a klubba kezdett el ugye Levente taekwondozni, ahol én akkor még sportoló voltam, és én utána nagyon hamar abba hagytam ugye a versenyzői pályafutásomat, és utána edző lettem, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy igen, edzőként talán az egyik első sportolón volt a Levente, és gyakorlatilag mi azóta folyamatosan közösen dolgozunk. Ez hány éve van ez a kapcsolat? Szerintem 9 körülbelül, 9 éve dolgozunk most már együtt, tehát azért az elég furcsa volt végignézni, hogy gyakorlatilag a derek amíg ért is, hát onnan most már túlnőtt engem is. Na most már lenéz téged. Hát, igen, magasságban most már igen, de azért azt gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet az végig megvan közöttünk. Szerintem, akkor is, hogy nem mászni, hogy pont egy ilyen gyerek, aki nálad kezdett, pont vagy te voltál az élete első edzője, most mindig honnan közelítjük meg, egy ilyen sporttörténeti sikert fog elérni. Én azt gondolom, hogy nyilván a sportban nagyon fontos a szerencsefaktor, tehát hogy az egy fontos tényező, de a Levente ezért megdolgozott, tehát rengeteget dolgozott azért, hogy neki úgy sikerüljön, azért azt tudni kell, hogy a korosztályos világversenyek neki kadett és junior szinten nem úgy sikerültek mindig, ahogy elterveztük. De erre biztos térünk, igen, ennek van ilyen értéke. Igen, tehát gyakorlatilag a világrangis állomásokon tényleg azt tudom mondani, hogy mindig jól mentek a dolgok és mindig jól sikerültek, és valami mindig a világversenyen egy apró dolog hiányzott, és pont ugye a felnőtt Európa bajnokság előtt volt a junior Európa bajnokság, ami nem olimpiai súlycsoportos volt, csak sima, és hát gyakorlatilag oda mi úgy mentünk oda, hogy Európa bajnokok szeretnénk lenni, ami sajnos nem sikerült, és ott egy picit rendezni kellett a sorokat, egy picit átbeszéltük azt, hogy mi volt az, ami másképp volt talán, mint eddig, egy-két dolgot át kellett beszélnünk, és gyakorlatilag én a felnőtt Európa bajnokságnak a versenynapján, amikor megláttam a sorsást, én mondtam a Leventének, mert pont egy szobában is voltunk ott a hotelben, hogy itt mondom, van keresni való. Tehát igaz, hogy volt egy világbajnoki bronzérmes az águnkon, de a német fiú sem kifejezetten idős, igaz, hogy a Levinnél azért szerintem ő is 3 vagy 4 évvel idősebb, de azért nem egy 30-28 éves felnőtt férfival kell gyakorlatilag verekednie. Úgyhogy láttuk, hogy van keresni való, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon éretten harcolt a korához képest is, talán neki ez a felszabadultság pont jót tett ott a felnőtt Európa bajnokságon. Ahol ugye a klubod nem akart kiengedni.
Pontosan, mert hogy nem úgy sikerült a junior verseny. Így volt? Uraim? Hát nem, nem pontosan az történt, hogy nem akarták kiengedni, ők azt látták a felnőtt, vagy a junior Európa bajnokság után, tőlük ez egy javaslat volt, hogy szeretnék azt, hogyha a Levente még egy picit erősödne, és talán neki még korai ez az Európa bajnokság, de a szövetségi kapitány úrral közösen nyilván a Leventével beszélve ott még kint Spanyolországban, tehát nyilván tudtuk azt, hogy őt szeretnénk indítani majd az olimpiai kvalifikáción, és az elengedhetetlen volt az, hogy ilyen szintű versenyeken top szintű sportolók ellen felnőttbe részt vegyen. Aztán átbeszéltük ezt a döntést a klubjával is, akik utána ezt acceptálták, tehát elfogadták ezt a döntést, és utána hála Istennek azt tudom mondani, hogy már közös volt a boldogság a klub és a sportoló és a válogatott között az Európa-bajnoki bronzérem után. Ugye 9 éve te vagy az edzője, úgyhogy nem te vagy a kapitány. Akkor is Európa-bajnok lett volna? Most EB bronzérmes? Hát ez csak... Mert mennyi, azért kérdezem ezt így, mert mennyi kellett az, hogy az a 9 év ismertség, hogy tudjad azt, hogy mi kell ennek a fiatal embernek. Tehát most az nem rossz indulatból, hanem pontosan amiatt, hogy te már 9 éve ismered, egyengeted az útját. Én azt gondolom, hogy ez azért egy picit ennél mélyebbre kell ásni ebben a történetben. Tehát a Levente mögött van egy olyan háttér, és itt tényleg nem csak az egyesületét kell idevenni, hanem tényleg szülői oldalról is. Tehát olyan szintű szülői támogatást kapott ebben a 9 évben édesapukájától, édesanyukától, ami azt gondolom, hogy nem hétköznapi és nem mindennapi. Mellette ugye én a családdal nagyon jó viszonyt ápolok, tehát én azt gondolom, hogy ez a szövetség, edző, sportoló, egyesület 4-es, ez mind kellett ahhoz, hogy a Levente eredményes legyen. Az, hogy nélkülem sikerült volna ezt, lehet, hogy ő talán jobban tudja, azért volt már, amikor nem én ültem bizonyos versenyen mögött, hanem más edző. Na, oké. Levente. Hát szerintem nem voltak olyan meccsek, ami nagyon közel lett volna, szóval szerintem attól függ, hogy mennyire, úgymond most a meccsek így végén, most már nyilván meg tudom mondani, de amúgy ez se biztos. Uh-huh. Mennyire fontos neked, akkor itt teszem fel a kérdést, hogy ki van a sarokban? Amúgy sok, mert ugye van ez a kártyázás, általában a Bence mindig jól szokott kártyázni nekem. És hogy van egy olyan taktikánk is, hogyha csak úgy felteszi, és egy kis pihenőt ad nekem, mondjuk meccs közben. Azért fontos, hogy Bence van. Igen, fontos. Miért kezdtél taekwondozni? Általános iskolában volt egy ilyen bemutató a sulimban, és ott láttam, hogy itt rugdosodnak, és nekem el is vittek az első országos bajnokságra, és ott meg is nyertem. Csináltam egy olyan egy évig, azt hiszem, uh-huh. És utána meg is nyertem, és ez egy ilyen lendületet adott, hogy én ezt folytassam. Hány éves voltál akkor? Amikor elkezdtem, akkor ott ilyen 6-7 körül voltam. Uh-huh. Jó fiatalom. Akkor időben, ugye? Igen, ez is nyilván sportoló függő, tehát azért például Tóth Balázsnak a példáján, ugye, aki azért elég későn kezdte, azt hiszem 11 vagy 12 volt a Balázs, amikor elkezdte. Nyilván az egy jó dolog, hogyha a sportoló minél hamarabb bekerül a közegbe, meg a vérkeringésbe. Szerencsénk volt. A legjobb korban. És a rugás, az tetszett? A fejrugás? Igen, az a legjobban. Meg az ilyen pörgőrugások is, hogy jól néz ki. És? Megy is? Megy. Perfekt, profi módon? Igen. Használod is? Most az EB-n használtam, és volt két pörgöm is, mind a kettő testre. És egy sikerült pörgöm. Is? Igen. Pontok jöttek rá? Jöttek. Helyes. Most tudod, mi lesz a legnehezebb? Most már ugye magas tetted a mércét. Igen. Na ezzel hogy fogjátok ezt a problémát megoldani együtt, közösen? Mert ugye most egy kicsit segíteni kell majd, gondolom, hogy azért a teher ne nyomja agyon, még hogy azt mondani, hogy teher alatt nő a pálma, tehát... Azt gondolom, hogy ezt is két oldalról lehet megközelíteni, tehát most rakhatunk magunkra extra elvárásokat, úgyis annyit fogunk tudni csinálni a versenyen, amennyi benne van. Tehát az ifjúsági olimpiai súlycsoportos Európa-bajnokságon is, tehát itt azért az egy fontos dolog volt, hogy mind a Bariban rendezett felnőtt ebén, ugye mind az olimpiai súlycsoportos ebén picit azért volt nehezebb, mert a súlycsoportok le voltak szűkítve, tehát ugye a felnőttön nem 8-8, hanem csak 5-5 súlycsoport volt például, tehát hogy teljesen más volt a lebonyolítás.
spanyolítási rendszere. Most én pont neki az olimpiai súlycsoportos Európa-bajnokságon mondtam azt, mikor az olasz fiúval a döntő volt egyedül szoros, mert ott 10-10 volt a másik menet végén a mérkőzés, és én gyakorlatilag annyit kértem tőle, hogy mondom, Levente, mondom, az utolsó meneted ebbe a korosztályba, mondom, ami benned maradt, azt egyszerűen mondom, mindent adják ki magadból, és úgy tudjunk jövőre már a felnőttek között tényleg korban is most már azért nagyjából ott lenni, hogy úgy engedtük el ezt a junior korszakot, hogy mi mindent megtettünk. Tehát azt gondolom, visszatérve a kérdésre, hogy önbizalmat kell, hogy adjon neki ez a siker, és szerintem ő most fog arra a szintre eljutni ebben a sportban, hogy igazán profivá válhat. Ehhez nyilván azért úgy kell menedzselni az ő útját, hogy látni kell azt, hogy neki mire van szüksége, de mi ezt nem nyomásként éljük meg, tehát legalábbis én azt gondolom, hogy ahogy az Európa-bajnokságon is most az utolsó mutatták az eredmények, ő ezt nem nyomásként érte meg, és azért azt hozzáteszem, hogy például a második mérkőzés, amiről ő beszélt, tehát ő gyengébbnek érezte, azért ott is technikai káó, tehát 20 pontos különbség volt. Tehát az, hogy ő mit érez már belülről gyengének, és az ő szintjén az gyenge, vagy nem, azt gondolom, hogy ez pontosan megmutatja azt, hogy ő az belülről gyengének érezte, de amúgy meg technikai káó le gyakorlatilag a mérkőzésnek a vége. Suliba hova jársz? Fradinak a Suliában, Ferencváros Sportiskola és gimnázium. Egyikos vagy? 11-es vagyok. 11. Akkor van még egy éved érettségizni? Vagy? Igen, van még egy évem. Suliban mit szóltak, hogy fogadták, hogy akkor felnőtt EB bronzérmes lettél? A matek tanárom az megdicsért, meg a osztályfőnököm, meg egy pár osztálytársam is. Uh-huh. Igaz az, hogy kérték tőled, hogy mutassál egy-két rugást? Igen. Osztálytársaim kérték, hogy milyen rugások vannak, hát én meg bemutattam. De csak úgy a levegőbe. Igen. Rajtuk szóval nem. És siker volt? Igen. Meggyőzted őket, hogy... Igen. Most már a felnőttek is oda fognak majd figyelni a Leventére, vagy még azért nem? Hát én azt gondolom, hogy de. Tehát azért tehát attól függetlenül, hogy az ifjúsági versenyek, mondom, nem úgy sikerültek, azért a Leventének volt egyfajta respektje, már nem csak a junior, hanem a felnőttek közöttek is, tehát hogy mind az edzők, mind pedig azért az idősebb sportolók őt elismerték, nyilvánvalóan innentől kezdve még jobban fognak rá figyelni, tehát azért egy felnőtt Európa bajnok érem, ahogy látjuk, azért az nem mindennapos, főleg mondjuk Magyarországon. Főleg Magyarországon és férfiaknál, igen. Igen, tehát azt gondolom, hogy ő most gyakorlatilag, hogyha így fogalmaznék, akkor berakta az ajtóba a kulcsot és elforgatta. Uh-huh. Most a következő lépés az, hogy azon az ajtón be is kell tudni lépni, tehát most azért dolgozunk, hogy sikeres olimpiai kvalifikációt tudjunk ilyen fiatalon is kiharcolni. Tudod, mi az egészben a legszebb, hogy éveken keresztül a Patafalmi Miklós elnök úr, hogy amíg arról beszélgettünk, hogy lányok, ugye, favoritok, esetleg esélyek, fiúk nincsenek. Most hirtelen, nekünk laikusnak, bocsánat, igen. A hirtelenből feltört egy Józsa Levente. Igen, én azért... Eddig miért volt elhallgatva, vagy eddig nem voltak olyan eredmények? De amikor mindig erről beszélgettem az elnök úrral, hogy a férfiak, hát nem nagyon van. Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy ugye amikor én a csapatot átvettem, illetve a Balázs utolsó időszakában a női versenyzők voltak mindig többségben. Tehát azt tudom mondani, hogy azért a lányoknál az átmeneti szakasz, amikor az ifjúsági korosztályból felmész a felnőtt korosztályba, az talán egy picivel könnyebb. Azért itt ugye a fiúknál egy 17-18 éves fiú, amikor találkozik egy 27-28-29 éves tényleg férfivel, igen. Azért az egy picit más kávéház, hogyha mondhatom így ezt. Nagyobbat rúg egy ilyen? Igen. Beéreztem, de? Igen, tehát azt gondolom, hogy a lányok azért többségben voltak. Én ugye amikor itt voltam, egyszer-kétszer is interjút adtam, én akkor elmondtam azt, hogy van egy jó fiú csapatunk, akik még fiatalok, de én azt gondolom, hogy nagy potenciál van bennük, és az a célunk, hogy olyan szintre eljutassuk őket, mint a lányok, úgyhogy a Levente most eredményességügyi szempontból az első ilyen, aki felnőtt szinten le tudta rakni. Jó, de akkor fogalmazunk úgy, hogy diplomatikus módon nem mondtál akkor neveket, csak úgy általánosságban mondtad, amit mondtál, és akkor itt van most egy arc, amelyik megtestesíti ezt a... Igen. Akkor még kik vannak mi mögötte, ha már itt tartunk?
Ugye sajnálatos, mondom, most egy-két fiú abba hagyta, tehát egyházasan is Berei Béla sajnos most egy picit háttérbe szorította a versenyzést, és az iskolára koncentrál, van, aki ugye elsőéves egyetemista, van, akire érettségre készül. De a Leventén kívül azt tudom mondani, hogyha a hazai versenyzői garnitúrát mondjuk, akkor ugye a Molnár Viktor Bendegúz, ugye kadett Európa bajnokunk, aki most ugye ifjúsági korosztályba lépett, ugye a Kelem Béli, aki a Levivel egyidős, ő egy picivel később kezdte el a profi munkát, most fogalmazhatok így, de most már ő is kezd beérni. Tóth Dárius szintén erre az útra lépett, ugye a két Salim fiú, akik ugye most átjöttek ugye magyar színekbe versenyezni, igen, tehát az Omár és a Serif. Csak ők még fiatalabbak még egy kicsit. Nem? A Serif egyidős a Leventével, tehát a két fiatal fog indulni az olimpiai kvalifikáción, úgyhogy a fiú csapatunk gyakorlatilag egy 17 éves átlag életkorú csapat lesz, de ez a feladat is, ezt kell megoldani. Tehát a felnőtt csapatban Tínédzserek, mondjuk így, hogy tínédzserek, de ezeket a tínédzsereket nem kell félteni, tehát hogyha nem látnánk bennük azt, hogy van lehetőség, akkor azt mondanám, hogy hagyjuk, de mind a ketten úgy látjuk, hogy az elnök úrral, illetve a Salim Gergővel, hogy van lehetőségük. Igen. Az, hogy most Józsa Levente bebizonyította, hogy aki itthon született, itthon élt, itthoni körülmények között táplálkozott, evett és edzett és készült és stb. El tud jutni ebben a nagyon kemény sportágban, hogy felnőtt erbebajnokságon érmet szerezzen, akkor igenis elérhető. Mennyien fogják pont emiatt azt mondani mégis, hogy maradok, mégsem hagyom abba, hiszen ezek szerint, ha Józsának sikerült, bocsáss meg, akkor nekem miért ne sikerülhetne? Mennyien fogják ezt mondani, és fogják átértékelni az eddigi munkájukat? Én azt gondolom, hogy az a csapat, amiben a Levi is benne van, tehát a fiatalokkal, ők már ebbe a mentalitásba készülnek. Tehát azt tényleg csapatszinten tudom elmondani, hogy ezek a gyerekek mindenkinek megadják a tiszteletet, de amikor a pása felmennek, akkor gyakorlatilag ők nem nézik, hogy kinek milyen eredménye van. Jó, persze, értem. Én azt gondolom, hogy a Levi példája megmutatja azt, hogy nem vagyunk egyszerű helyzetben, de lehetetlen sosincsen. Tehát az ő példája, szolgálja, és azért itt az elmúlt időszakokban voltak még olyan eredmények, ugye, amikre azt tudom mondani, hogy szintén példaként szolgál. Tehát itthon is meg lehet csinálni az eredményt. Igen, többet kell egy picivel belerakni, mert itt nem egy helyen van a konditermi edzés, a tékvándó edzés, tehát nem egy akadémiai szisztémában készülünk jelen pillanatban, de attól függetlenül, hogyha valaki időt és energiát áldoz rá, és tényleg neki az a cél, hogy ebben a sportban eredményes legyen, az eredményes tud lenni. Így van. Sose fordulnak a fejbe, hogy abba hagyod? Ez egy szélmalomharc, és egyáltalán nincs is értelme ennek az egésznek? Nagyon kis koromban volt szerintem egy idő, amikor nem jöttek az eredmények, és akkor volt az, hogy most abba hagyom, és talán megint elkezdett jönni az eredmény, és akkor úgy voltam, hogy sose hagyom abba. Uh-huh. Igen? Tehát akkor téged a kirakat, tehát a magyar, a felnőtt férfiak eredményé, magyar férfiak eredmény igazából nem befolyásoltak, nem zavart téged az, hogy most nincsen jó? Nem, egyáltalán nem úgy. Az se, hogy olimpiára nem nagyon tudunk kijutni, ugye Sydneybe voltunk először és utoljára olimpián. Tehát ez úgy nem befolyásolta ez sem akkor? Nem. A lelki világodat? Egyáltalán nem. Te végig jól érezted magad akkor a sportágban? Igen. Mennyit teszel még bele pluszt? Ugye arról beszélünk, hogy az itthon elég nehéz nektek, hiszen azért nincs annyi edzőpartner, nincs olyan minőség, stb. Kell neked, vagy kellett neked valami plusz még beletenni? Plusz edzések? Mondjuk szerintem kondi edzéseket, azokat én tettem saját magam bele. Meg sokszor eljártam egyedül futni. Uh-huh. Hogy érezted, mibe vagy gyengébb? A felnőtt mezőnyben inkább az én erőbe. Mert ugye magas is vagyok, magas vékonyabb alkat vagyok, így akitől ki is kaptam a horváttól tőle, ő inkább erőben vert meg, nem inkább. De te magas, vékony vagy, akkor viszont egy gyorsabb vagy, nem? Mondhatni. Nem lehet valahogy erre rámenni? Gyorsabb. És akkor már is tűnt onnan. Rúgsz egyet, aztán eltűnsz onnan, és akkor hiába ütne erőset, levegőbe üt.
nem? Hát azért a top szintű versenyzőknek a talaj munkája azért olyan, hogy azért pillanatok alatt ők is be tudnak jönni. Azt tudjuk nyilvánvalóan, hogy azért a Leventének érnie kell még, tehát nem kell most vele szemben hirtelen óriási elvárásokat alátámasztani. Tehát szépen fokozatosan, ahogy eddig is szeretnénk egyengetni az útját, azt nem titkoljuk, hogy azért hatalmas potenciál rejlik benne, és én azt gondolom, hogy ez a felnőtt Európa-bajnoki bronz, ez idővel sokkal fényesebb is lehet. Most még egyszer mondom, az a célunk, hogy nyugodtnak maradni, szépen egyengetni az útját, és reményeink szerint, ha nem is sikerül az olimpiai kvalifikáció, akkor sincsen semmi probléma, mert azért a Leventének a 24 az, amire igazán építjük. El akartam, hogy az elnök úr ezt elmondta itt adásban, igen, is, igen, hogy, igen. Hogy 2024 párizsi olimpia inkább, ami, tehát nem a tokiói, tehát ha összejön, az persze nagyon de, jó, de nincs igen, ez az elvárás most. Igen, 24 van szemben. Otthon kiürült jobban a bronzéremnek? Édesapád, édesanyád? Szerintem mindketten ugyanannyira. Szóval nincs ilyen eltérés. Nincs? Mind a ketten úgy örülnek, hogy tekvondozol? Vagy egyik próbált lebeszélni? Mondjuk a futballjavára. Szerintem inkább apukám az, aki jobban úgymond nem erőltetni, hanem akarja, hogy csináljam. Igen? Otthon szoktál gyakorolni, vagy bármit csinálni, akár csak légzéstechnika, vagy csak bármi, ami ezzel összefügg, úgy, mikor úgy rád jön, hogy... Szerintem semmi és nem csinál. Semmit? És a Linda mennyire tett be neked annak idején, mikor ment a Linda sorozat, hogy tekvondoznod kell? Nem ismertem. Nem? Nem is nézted? Nem. Na, tessék. Szép. Szegény elnök úr, ugye? Mert mindig azt hitte, hogy majd a Linda sorozatod meghozza a kedveket. Akkor annak semmi köze nem volt hozzá. Volt egyáltalán sportolói példaképed tekvondóban? Tehát akire úgy jövőt felnézel, aki miatt esetleg... Hát így magyar az nincsen, de külföldi van. Igen, és ismerjük? Hát egy iráni, az Abel Fazul úgy hívják. Emberre egy iráni, azok jók. Nagyon jók, igen. Mondjuk így, hogy nagyon-nagyon jók, igen. Úgyhogy, de mondjuk pont a Levinek volt lehetősége együtt dolgozni két iráni válogatott edzővel, és az egyik kell itthon. Csináltunk egy nemzetközi edzőtábort a Bidzsán mesterrel. Egyszer pedig a Salim testvéreknél, amikor kim volt a Gergőjéknél, akkor pedig a Megdi Bébákkal a volt iráni válogatott edzővel, úgyhogy már ilyen tapasztalata is van az úriembernek. Na, zárásként, de hogy érzed, mi van benned? Így négy szem közt. 20-as olimpia? Nem tudom, mit érzel magadban? Mire fogod vinni? Mennyire vagy jó ebbe a sportágba? Szerintem 24-be kijutok. Szerintem az a bennem. Az benned van? Az a bűn, nem 100%, de úgy érzem, hogy én ki fogok jutni 24-ben. VB-re? Szerintem ebben a pár évvel az is benne van. Úgy érzem. Na, szuper. Hallottad, mester? Én ezt pontosan tiszta vagyok, hogy milyen lehetőségek vannak benne, és azért dolgozunk, hogy ezek az álmok, ezek ugyanúgy, mint ez az Európa-bajnoki bronzérrem, ezek realitások legyenek majd. Azért kérdeztem, hogy ő mit érez, mert ugye ő van ott a tatamin, ő érzi az ellenfeleket, ő kapja a rugásokat, ő adja a rugásokat, tehát ha van... Csak beszélni ő, mindig könnyen, mint csinálni, igen, azt csak, szokták mondani. Csak ő tudja igazából, ő érzi, hogy mekkora az akadály, ami ott van éppen előtte. Ebben az évben pihi? Most igen. Most van egy két hetem, szerintem. 2-3 hetem. Súlyjal nincsen gond, ugye? Versenysúlya. Most 68-ra fogunk indulni. Hát 63 kilóba versenyzik, de az olimpián 68-an, úgyhogy ez majd még a jövő évnek egy picit a feladata lesz, hogy a súlyát olyan optimális helyzetbe hozzuk, ami mind a 63-hoz, mind a 68-hoz jó, mert azért nem szeretnénk minden versenyen 68 kilóba indulni, tehát ez a 63 kilogramm most jelen pillanatban jól fekszik a Leventének. És ez hosszató is, csak azért, mert nem tudom, meddig fog még nőni. Hát reméljük, hogy sokáig, reméljük, hogy azért minél tovább fog nőni. Most még azt gondolom, hogy a 63 reális, tehát nem azt mondom, hogy egyszerű, de azért a Leventének, hogy egy picit odafigyel az étkezésre, és egy picit az utolsó edzéseken a vizet egy picit kihajtja, akkor ebből nincsen probléma. Tehát nem kell neki hónapos diétákat csinálni ahhoz, hogy a 63-a benne legyen. Viszont az egy fontos dolog, hogy 68 kilóban, amire ő is utatott, hogy már 63 kilogramon is az erő azért más a junior és a felnőtt mezőnyben, a 68
még nagyobb lesz azért a megoldandó feladat, úgyhogy most az egyik fő feladatunk ez, hogy fizikálisan őt egy picit még megerősíteni arra, hogy a gyorsasságát és azt, amiben ő jó, ne veszítse el, de viszont erősebb legyen egy picivel. Hát, hogy nem akar lefogyni, akkor egy nagyon jó 68 kilóssal összeengedni edzéssel, egy-két pofont adnak, és akkor inkább lefogyok 63-ra. Igen. Bocsánat. De ahogy elnézlek, te igazából nem hatna meg téged egy-két nagy pofon, ugye? Nem, biztos, hogy nem. Azzal nem lehetne téged meggyőzni. Nem, benne van. Ez egy küzdősport. Sérülésed volt már? Volt. Nemrég Bulgáriában volt, hogy összeütöttem a negyedik meccsemen, ahol még érmemért ment. Még azóta fáj, ugyanott van egy kis ilyen, mond... Kéz-kéz találkozott? Igen. Hát az előfordul, ugye? Vagy sűrűn? Nem mindennapos, de azért most már, mivel azért az ütések azért most újra visszajöttek ebbe a rendszerbe, azért most már gyakoriak a kézsérülések. Úgyhogy azért az, hogy a két kéz pont egyszer összeült, azért az ritka, de inkább mondjuk az, hogy a blokkoknál, tehát amikor egy rúgáson a blokkoknál inkább ott szokott megsérülni, vagy esetleg amikor a protektort megütik és véletlenül egy kicsit visszaajlik a csukló, de azért nem. Na, hát ő majd rúgdosni fog, igaz? Igen. Továbbra is maradsz a rúgások mellett, ugye? Igen. Sajnos időnk lejárt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Akkor most pihenjél, te is pihenjél. És akkor januártól hajrá. Aztán, hogy mit hoz a január, meg a következő pár hónap, egyelőre ne feszegessük, így van? Egyelőre az legyen a jövő zenéje, most pihenni szeretném mind a kettőt. Pihenjetek. Köszönöm szépen, itt voltatok. Köszönjük szépen. További sportosat.